A 34 éves Christine Sheets több mint két évtizeden keresztül szenvedett epilepsziától és rohamoktól. A betegség leuralta az életemet. Még a 20-as éveim elején sem lehetett egyedül hagyni. A rohamok két éves korában kezdődtek. Egy lovaglás során rendezett fényképezkedés nagyon rosszul sült el. A vakú villanásától megijedt a ló. Ledobott és beütöttem a fejem. Nem sokkal utána történt az első rohama. Az orvosok azt mondták, hogy a vizsgálatok szerint epilepsziás vagyok. Orvosai igyekeztek gyógyszerekkel kezelni, de a szervezete nem bírta. A gyógyszerek még több rohamot és migrént okoztak. A következő 10 évig kis rohamai voltak, majd 13 évesen rosszabbodott az állapota. A hormonjai miatt több erős rohamom lett. Ismét megpróbáltak gyógyszerekkel kezelni, de nem sikerült. Kamasz korában a rohamok gyakoribbá és erősebbé váltak. Leginkább nem is a rohamok miatt szenvedett, hanem amiatt, ahogy diáktársai bántak vele. Ez sokat rontott a helyzetén. Naponta sértegettek. Azt mondták, sosem megyek férhez. Senki nem akart barátkozni velem. Rengeteget cikiztek és csúfoltak. A felgyülemlett haragját úgy vezette le, hogy vagdosni kezdte magát. Bementem a mosdóba, és késsel vagdostam magam. Néha kicsit megkönnyebbültem attól, hogy nem kellett mindent elfojtanom. Legalább kétszer öngyilkosságot is megkísérelt. Azt gondoltam, hogy ha erről fog szólni az életem, akkor nem érdemes élni. 20 évesen kénytelen volt teljesen az édesanyjára támaszkodni. Egyre rosszabbá váltak a rohamai. Már naponta jöttek a rohamok. Christine 2000-ben komoly műtéten esett át, amely során agya temporális lebenyének előső részét eltávolították. A műtét és az új gyógyszerek hatására a következő 5 évben csökkentek a rohamai. Sajnos viszont a műtőasztalon sztrókot kapott, aminek több komoly mellékhatása lett. A fizikoterápiás kezelés előtt a bal oldalam részlegesen lebénult, nem tudtam járni. Elviselhetetlen fájdalmaim voltak a nap 24 órájában. A sztrók következtében elvesztettem a periférikus látásomat is. Christine idejének jó részét a lakásban töltötte, leginkább olvasással és tévézéssel. Egyik kedvenc műsora a 700-as klub lett. Évekig néztem a 700-as klubot, majd egyszer csak azt hallottam. Terry azt mondta, valaki egy lovas baleset során sérült meg. Nem tudom mi az, de Isten most meggyógyítja. Végigfutott a hideg a hátamon, felugrottam a székből, és elkezdtem dicsérni az Urat, hogy nem lesz több rohamom. Egy hónapon át egyáltalán nem volt rohama, de egyszer ismét megtörtént. Még egy erőteljes rohamot élt át. Ez alkalommal viszont visszavágott. Harcoltam a hazug hangok ellen, amelyek szerint nem is gyógyultam meg, nem is szabadultam meg a rohamoktól. Úgy döntöttem, elfogadom, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Attól a naptól kezdve Christine-nek nem volt több rohama. Egy ideig még orvosa tanácsára szedte a gyógyszereket, de 7 éve már teljesen meggyógyult, még az agyvérzés okozta mellékhatásokból is. Bár még az édesanyjával él, már hosszú sétákra viszi kutyáját, és autót is vezet, amire mindig is vágyott. Mosolygok, miközben vezetek, mert ez hihetetlen élmény. Csodálatos, hogy egyedül el tudok menni, és normális, boldog, szabad életet élhetek. Christine mostanában fejezi be új könyvét, amelyben azokat biztatja, akik próbákon mennek keresztül. Részmunkaidőben lelkészként mások felé szolgál. Szeret arról beszélni, amit Isten tesz az emberekért. Isten csodát tett az életemben, és tudom, hogy mások életében is cselekszik csodákat.